egy jobb évbe idáig ér a búza. Molnár István gazdálkodó éppen azt mutatja, hogy a száraz időjárás miatt a búza fele akkorára nőtt, mint amekkora május elején közepén szokott lenni. Úgy látja, mintegy 200 mm csapadék hiányzik a földekről. Ez miatt kiszáradt a búza, sárgulnak az alsó levelei, kevesebb az oldalhajtások száma, lassabban fejlődnek a növények, a föld pedig teljesen kirepedezett. Ahol pedig száraz talajba került a mag, ott ki sem kelt a kukorica, valamint a napraforgó. A gazdálkodó nem tapasztalt ekkora aszályt 1990 óta Tolna megyében. Itt ilyen 30-40, akár 50%-os terméskiesés is várható, ha azt mondom, hogyha egy durván két héten belül nem lesz eső. A búzából 70 mázsa helyett 40-50 mázsára, a kukoricából 80-120 mázsa helyett jóval kevesebbre számít a gazda. Ennek mértékét azonban nem tudta megbecsülni. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke is azt mondja, jelentős terméskiesésre kell számítani a száraz idő miatt idén, hiába esett minimális csapadék a napokban. Szekszárdon mindössze 10 mm eső esett májusban. Ráadásul ez a kevés csapadék is több részletbe jött, és sokszor a szél szárító hatása is érvényesült. A gazdák számára megoldást jelentett a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer, aminek három pillére van. Ennek igénybevételéhez kárenyhítési hozzájárulást kell fizetniük, ha pedig a termelő aszálykárt tapasztal növényein, 15 napon belül kell azt bejelentenie az illetékes szervhez. A termelők csak akkor kaphatják meg a számukra megítélt kárenyhítési juttatás teljes összegét, amennyiben adott évre, adott növénykultúra vonatkozásában mezőgazdasági biztosítással is rendelkeznek. Hogyha nincsen biztosításuk, akkor sajnos a részükre megítélt kárenyhítési juttatásnak csak az 50%-át tudják megkapni, annyira jogosultak. És fontos még azt megjegyezni, hogy a mezőgazdasági termelők, hogyha mindenképpen ki szeretnék használni mind a három pillérét az a kockázatkezelési rendszernek, akkor még május végéig tudnak biztosításokat kötni. Országos szinten 7,6 milliárd forint kárenyhítést fizettek volna ki a gazdáknak 2017-ben, de mezőgazdasági biztosítás hiányában az állam ennek az összegnek csak a felét utalta ki a gazdáknak káruk rendezésére.